10 éves az Egy Csepp Figyelem Alapítvány, ami ennyi idő alatt olyan szép ismertségre tett szert, hogy valószínűleg önök is tudják, hogy miről van szó. A cukorbetegségre kívánják felhívni a figyelmet, segíteni a felismerést, a megelőzést, és segíteni azokat, akik együtt élnek a betegséggel. Erős Antónia vendégünk, jó reggelt kívánok, és gratulálok jó ehhez reggelt, a 10 évhez. Gondoltad volna annak idejére, amikor alapítottad ezt az alapítványt? Mondjuk csak bíztam benne, reménykedtem, hogy azért ennek egy hosszú kifutása lesz, meg most is abban bízom. Nem csak bízom, az időtávra hogy... gondolok, hanem nagyon sok program, nagyon nagy ismertség, ez egyik legsikeresebb alapítványról van szó ezen a területen. Igen, hát én azt szoktam mondani, nagyon picik vagyunk, de nagyon hangosak. Tehát nyilvánvalóan az, hogy én a médiában dolgozom, hogy nagyon sokat segítetek, ti magatok is. Tehát azzal, hogy a sajtóban megjelennek az eseményeikről szóló hírek, hogy tudunk üzenni az embereknek, el tudunk juttatni olyan fontos üzeneteket, ami arra hívja fel a figyelmüket, hogy a cukorbetegség bárkit érinthet, hogy igyekezzenek megelőzni, hogy ne akkor menjenek orvoshoz, mikor már a szövődmények jelentkeznek, mert azok sok esetben visszafordíthatatlanok. Tehát itt a médiának óriási szerepe van, és én mindig meg is köszönöm, hogy segítetek abban, hogy minél több ember tudjon erről. Tehát szerintem ez az egyik dolog. Ez persze valamennyire hátránnyal is jár, mert így azt gondolják, hogy itt egy megaszervezetről van szó, és visszautalva a 10 évre, hát ezt négyen öten csináljuk, egyetlen alkalmazottja van az alapítványnak, a többiek pedig társadalmi munkában a hivatásuk mellett végzik ezeket a feladatokat, de lehet, hogy ettől működik már 10 éve. Ehhez képest az a kampány, ami most talán a legfrissebb az alapítvány projektjei közül, ahol pedagógusokat képeztek ki arra, hogy mit kell tenni cukorbeteg gyerekekkel, azért az rettentő erőforrás igényes, ebben nagyon sokan dolgoznak országszerte, gondolná az ember. Igen, részben igen. Itt ugye a szervezés az egy nagyon komoly feladat, eljutni az óvodákhoz, illetve a térségekhez, térségi vezetőkhöz, bár most már azt mondom másfél évvel a projekt elkezdése után, hogy most már inkább ők jelentkeznek. Egyre többen keresnek meg minket azzal, hogy vannak összeálltak 5-6 óvoda, ott lenne 80-100 óvónő, vagy akár most már iskolai pedagógusok, alsó tagozatos tanítók is keresnek minket, sőt, bölcsődei gondozókkal is találkoztunk már. Tehát megfordult a dolog, nem nekünk kell keresni őket, hiszen már több mint 1200 emberrel találkoztunk az elmúlt másfél évben ezen az ingyenes képzésen. És ez így tulajdonképpen beindította saját magát, de mi pontosan ebben bíztunk, mert ugye itt az alapprobléma az, hogy ma nem nagyon veszik fel a cukorbeteg gyerekeket az óvodába, sőt olyanról is tudunk, akit igyekeztek elküldeni, mikor 5 éves korában kiderült, hogy cukorbeteg abból az óvodából, ahova 3 éves kora óta járt. Ezek nyilván nem fordulhatnak elő egy olyan közegben, Európában nem történhet az meg, hogy az integráció ellen megyünk, és elkezdünk diszkriminálni. Ugye ez alapkérdés. De itt meg nyilván sokan azért diszkriminálnak intézményvezetők, óvónők, mert attól félnek, hogy ők majd bajt okoznak. Igen, esetleg. Pont erről van szó, tehát én ezt tettem volna másik felébe a mondatnak, hogy itt nem arról van szó, hogy a pedagógus gonosz, nem látja jól a feladatát, hanem fél egy olyan feladattól, amiről nem tanult soha, hiszen a pedagógus képzésben nem készítenek fel a diabétezes gyerekek fogadására, ellátására, de elvárnánk, hogy vigyázzanak a gyerekünkre teljes felelősséggel. Tehát nyilván az a megoldás, hogy eszközt kell adni a pedagógus kezébe, ezeket a félelmeket ledönteni, és olyan ismereteket átadni, amit mi teszünk, elméleti és gyakorlati ismeretek, megtanulják az inzulinbeadást, a vércukorszintmérést, hogy mit és mennyi tehet egy cukorbeteg gyerek a mindennapokat, és azt kell mondjam, hogy az ő visszajelzéseik alapján mi azt látjuk, hogy úgy mennek el a képzéseinkről, hogy ez tényleg nem is olyan nagy dolog, ezt meg lehet csinálni. És ha idáig eljutunk, most a gyakorló pedagógusokkal, akkor már csak egy lépés, hogy a majdani pedagógusok, tehát a képzésben már ezt megkapják, alapismeret szinten. A harmadik az egy nagyobb lépés lesz, mert ott már a törvényalkotókkal is találkoznunk kell, hogy a szabályozás jöjjön létre. Mert Magyarországon nincs szabályozás arra, hogy mit kell, mit lehet tenni egy krónikus beteg gyerekkel, hogyha oktatási intézménybe kerül. Említetted az elején, hogy az is egy nagyon fontos kérdés, hogy mikor fordulnak orvoshoz az emberek, és hogy jellemző vagy jellemző volt, hogy megvárták azt, amíg már olyan veszélyes szövődmények alakultak ki, amelyeket sokkal nehezebb volt visszafordítani. Mik azok a tünetek, mik azok a jelek, amire érdemes odafigyelni valakinek még a betegség kezdődő szakaszaiban, és mit lehet ezzel elkerülni? Két nagy típus van, ami nekem van 20 éve, ez egyes típusú cukorbetegség, nagyon erős tünetek vannak, nincs olyan, hogy nem jutsz el orvoshoz, mert ha nem jutsz el, akkor előbb-utóbb bele is halhatnál már a kezdeti időszakban is, leáll az inzulin termelés,
teljesen megmagyarázhatatlanul elkezd az ember fogyni, akkor is, ha eszik, állandóan szomjas, állandóan pisil, felborul a teljes anyagcsere. Tehát nem lehet a tüneteket nem észrevenni. Sajnos ezek azok a tünetek, amik egy pici gyereknél is jelentkezhetnek. Csecsemőknél például nagyon nehéz a pelenka, ebből szokták esetleg az édesanyák észrevenni, vagy nagyobb bacskáknál, hogy elfekszik, fáradt, ugye annyira sokat fogy, és annyira felborul az anyagcseré, hogy idő után egyszerűen nem tud működni, úgy, ahogy egyébként ezt tudna. Tehát ezekkel a tünetekkel viszonylag gyorsan orvoshoz jutsz, mert nem tudsz ezekkel javítani semmilyen módon. Ez az egyes típusú cukorbetegség. A kettesről beszélünk akkor, amikor mondjuk a szövődmények kapcsán derül ki, elmész meghosszabbítatni a jogosítványodat, kiderül, hogy nem látsz jól. Ha ügyes az orvos és odafigyel, akkor lehet, hogy azt gondolja, hogy meg kéne nézni a vércukorszintet is. Csak hogy ilyenkor már a látásromlás jelzi azt, hogy a cukorbetegség lehet, hogy évek óta ott van a háttérben, ezért mondjuk azt, hogy a kettes típusú cukorbetegséget évente legalább egyszeri vércukorszint szűréssel azért meg lehet találni még a szövődmények kialakulása előtt, mert a tünetek nem olyan erősek, hogy ezzel elmennél mondjuk orvoshoz. Kicsit szárazabb a bőröd, néha kicsit szomjas vagy, tehát nem erősek a tünetek, tehát évente menj és ellenőriztesd a vércukorszintedet, mondjuk jövő héten a Checkpoint patikák valamelyikében. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondtad, remélem, hogy sokaknak segít már ez az üzenet is. Ez volt ma a Start, következik a napkérdése.